ahogy Bori mondta, szeptember 30-a a Magyar Népmesék napja, és nem aludtam el a mese alatt, ügyesen, mert hogy én is végig nagyon szeretem a meséket. De ehhez a naphoz kapcsolódva a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár is készül programokkal, a folytatásban ennek részleteiről, valamint a népmesékről is fogunk beszélgetni, úgyhogy Bori, nagyon figyelj! Csillog a szemem! Vendégünk Power Erika könyvtáros. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Akkor mindenek előtt csináljunk egy kis kedvcsinálót, hát ha Bori is fölkapja a fejét, szóval, hogy milyen programok lesznek szombaton. Szombaton egy hagyományos programunkra várjuk a gyerekkönyvtár olvasóit, illetve minden érdeklődőt. Hagyományos, de mégsem hagyományos, mert hogy szabadtérre kívánjuk rendezni ezt az egész népmesenapi ünnepségünket, a Bródy Sándor megyei könyvtár központi könyvtárának az udvarára. Reméljük, hogy az idő is majd kicsit melegszik, és akkor és jó idő lesz, és a mese mellett még meg is fognak minket táncoltatni, mert Bécsi Gyula, illetve Okos Tibor fog muzsikálni nálunk, és megtáncoltatja a résztvevőket, illetve hagyományosan kapcsolódik mindig a népmesenapi ünnepségünkhöz az is, hogy mivel van egy bébillér mesekörünk, ami egy családi mesekör, és az első rendezvénye mindig a népmesenapján van, kézműveskedni is fogunk, úgyhogy egy nagyon nagy élményekkel teli ünnepre várjuk majd a ide érkezőket. Kicsit ásunk mélyebbre akkor most, hogy a népmese gyűjtés milyen múltra tekint vissza. Egyébként egy érdekességképpen nyugodtan meg is lehet említeni olyanokat, hogy például mik a legrégebbi meséink például. Hát ugye nekünk magyaroknak nagy szerencsénk van, mert hogy a magyar... Ebben is? Igen, ebben is, mert hogy a magyar népmese korpusz az körülbelül 20 000 szöveget jelent, tehát rettenetesen sok a többi néphez képest. Viszont hát a népmese gyűjtés az nálunk elég későn, ugye a 19. században kezdődött el igazán, ugye Arany László, Berze Nagy János, Benedek Elek, ugye akinek a születésnapján ünnepeljük egyébként a népmese napját, hiszen 1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. Ők kezdték ugye elgyűjteni a népmeséket, és aztán ugye a nemzeti érzelmek, tehát a 40-es években, ugye, amikor fellángoltak ezek a nemzeti érzelmek, akkor próbálták ezt a nemzeti irodalomba is így beépíteni, és rengeteg ilyen jellegű törekvés volt. Mert hogy addig ugye szájhagyomány útján terjedtek ezek a mesék, ugye? Lehet ezt mondani? Hát igazából igen, tulajdonképpen igen, de hát erre ugye nincs bizonyítékunk igazából, de igen, ezt szokták mondani. Egy kicsit meséljünk arról, hogy beszéljünk arról, hogy mit ad a mese a gyermekeknek? Miért fontos, hogy mi szülők meséljünk a gyerekeknek. És hát konkrétan népmesét. Igen, hát ez nagyon fontos dolog, ugye, akik népmesével foglalkoznak, szakemberek, kutatók, nagyon sok mindenben vitatkoznak, de abban mindegyikőjük egyetért, hogy a népmesének a fontossága az abban rejlik, hogy összerendez bizonyos dolgokat azzal, hogy kapcsolatot teremt a mesehallgató, mesemondó között, és ez egy olyan alkalom, ahol ugye lecsendesedünk, nem csak két ember között jöhet létre ez az egész, ugye nem csak szülő és gyerek között, hanem egy nagyobb társaságban is, és mindenki megtalálja a saját magának álmodott dolgokat a meséből, tehát egyfajta útmutatást vagy megtanít élni, és a gyereknek is ugyanúgy szüksége van a mesére, mint ahogy az ételre vagy az italra, azt szokták mondani. Hát erre van olyan szereplők, a gyerek bele tudja magát képzelni, mondjuk egy kisfiú, ő lett. Mi akartál lenni, boszorkány vagy királylány? Befejezem a mondatot. Boszorkány, az is lettem. Igen. Hát egy kisfiú például átélheti, hogy mondjuk ő az, aki legyőzi a sárkányt, szóval hogy a képzelőerőt is így fejleszti ezt. Hát így van, igen, tehát a mesék nagyon-nagyon be tudják szippantani a gyerekeket, és egy teljesen más dimenzióba kerülnek, ahol ők maguk válnak hősökké. Mennyire gyakori a mai modern szülők körében, hogy népmesét olvasnak, vagy hát népzenét, igen. Na, elszóltam magam, népmesét olvasnak a gyerekeknek, és ezt kölcsönöznek mondjuk a könyvtárból.
Hát ugye mi könyvtárosok nagyon sokat teszünk ezért, mert mi hagyományos népmesemondás hívei vagyunk leginkább, tehát mi fejből szoktunk mesélni, minden kollégám fejből mesél, rengeteg foglalkozást tartunk óvodásoknak, kisiskolásoknak is, mint ahogy említettem, a Bébillér mesekörünk havonta egyszer családi mesekörként működik, ahol szintén mindig népmesét kapnak a gyerekek, és ezt pedig a gyerekkönyv tár régi vezetője, Luzsi Margó adja mindig nekünk, tehát még ő is így nyugdíjasként is részt vesz a munkánkban, és mi pedig próbáljuk az ő általa bemutatott népmese hagyományt így továbbvinni. Tulajdonképpen mi mindent tőle tanultunk, és ezt próbáljuk továbbadni. És világos, én ezért kicsit furcsa, mert ugye én már az a korosztály vagyok, aki még valóban úgy nőtt föl, hogy az esti mesék azok a mindennapjaink része volt, nem volt digitalizáció, tévé sem nagyon volt, hétfőn például adásszünet volt, úgyhogy akkor alapvetően természetes volt, hogy a szülők meséltek a gyermeküknek. Ma még azért van létjogosultsága annak, hogy szülők keresik a mesekönyveket a könyvtárban? Vagy gyerekek történetesen? Tehát, hogy annyi inger éri a gyerkőcöket, a szülő is inkább bekapcsolja, nem tudom, a tableten a mesét, hogy azt nézze a gyermek, de van még erre igény? Hát én ugye azokról tudok beszélni, akik járnak a könyvtárba, és én igenis, tehát mondhatom, hogy igen, van rá igény mindkét részről. És szerintem tehát az a szülő, aki igazán odafigyel a gyerekére, az ösztönösen érzi, hogy a gyereknek erre igenis szüksége van. Tehát szüksége. Igen. Mindig fogy mindenféle népmese, vagy vannak ilyen divathullámok ebben, hogy na most ez a nagy kedvenc ebben az időszakban, na most pedig mondjuk a sóról szóló igen. mesék. Hát a magyar népmesék mindig is nagyon népszerűek voltak, és aztán sokszor ez tőlünk függ, amiket ajánlunk, vagy éppen egy nagyon-nagyon régen kiadott mesegyűjteményt újból kiadnak. Tehát ez sok mindentől függ, hogy mi népszerű, de azért általában mindig a szép új mesekönyveket szeretik. És könyvtárosként mennyire feladata ez önöknek mondjuk, hogy terelgetni a szülőket? Mondjuk látják, hogy bemegy az anyuka, és rossz helyen kapizsgálat, nem tudom, lehet-e könyvtárban ilyen helyet mondani, hogy rossz, mert ott semmi sem rossz, de hogy látják mondjuk, hogy mekkora gyerek van a szülővel, és tehát mennyire lehet így beleszólni, hogy fogadják ezt a szülők? Hát beleszólni nem szoktunk, de mivel hát elkötelezettek vagyunk a népmesék mellett, így azért szoktuk ajánlani, abszolút lehet terelgetni, igen. Levit, olvastál a lányaidnak népmesét? Ajaj, rengeteget, de hogy ugye egy kicsit van egy olyan képzetünk, hogy a népmese, az ugye, mert úgy is szoktuk mondani, hogy magyar népmesék, hogy az magyar találmány, pedig nem, ugye? Hát természetesen, amekkora nagy a föld, minden népnek vannak külön népmeséi, és sőt, még vannak hasonló témájú népmesék is, tehát ezek. Igen, valahol a mesében mindig az a jó, én azt gondolom, hogy a jó mindig elnyeri jutalmát, a rossz bűnhődik, és az egész mégis olyan meseszerűen jelenik meg előttünk. Önnek van személyes kedvence? Hát nekem nagyon sok van. A Furulyás Palkó a kedvencem, több minden miatt is, de például van egy izlandi népmese, a Gilitrutt, a gonosz Manu, ezt is nagyon szeretem. Nagyon sok van, amiket mesél. Abszolút felnőtteket is szórakoztat, szerintem én simán elbambulok egy magyar népmesét, mondjuk a tévében a tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá alatt. Szóval akkor most szombaton a könyvtárban hány órától mehetnek az érdeklődők? Igen, délelőtt 11 órakor kezdünk, és körülbelül ez egy másfél órás program lesz. Ha véletlenül esne az eső, akkor a központi könyvtár emeletén tartjuk meg a programunkat. De nem így lesz. Nem így lesz, és még külön szeretném azt is elmondani, hogy szeptember 30-án is tartunk még egy népmesenapját, de ez egy zárt körű rendezvény lesz, ezt kifejezetten az Arany János úti óvodásoknak csináljuk, akik kérték ezt a programot, már most nem először, ők és illetve a szüleiket is elhozzák, és együtt egy közös családi programot tartunk majd a gyerekkönyvtárban, szintén a népmeséket ünnepelve. Igen. Kedves szülőnézőink, olvassunk és nézzünk népmesét a gyerekekkel. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszönjük.